A helyszíni szemle során szemrevételezéssel tartós szerkezeti szempontból szakszerűtlen kivitelezés, káros alakváltozás nem volt látható. Azt az igazságügyi szakértői véleményt idézi a Tolnai megyeszékely polgármestere, amit az ilyen szexert tagokból álló Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság márciusban rendelt meg. Azt akarták megtudni, befejezhető-e az úszoda építkezés, és hogy történtek-e mulasztások a kivitelezés során, valamint ha igen, az kinek a felelőssége. Az igazságügyi szakértő egy 123 oldalas összegzésben válaszolt valamennyi feltett kérdésre. Kiderült, hogy kisebb hibák ugyan voltak az eddig elvégzett munkában, ám az úszoda megépíthető, a mulasztások pedig javíthatóak, a megrendelő pedig nem hibás az átadás csúszásáért. A szakértői véleményt bár ők rendelték, hétfőn mégsem fogadta el az éjjel-szexel tagokból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság. Ha nem úgy születik meg egy szakértői vélemény, ahogy ők gondolják egy prekoncepció mentén, akkor ők ezt nem fogadják el. Tehát volt egy elképzelésük, hogy minek kéne kijönni ebből a szakértői anyagból. Ervjenő, aki a Dél-Dunántal egyik legismertebb szakértője egyébként, nagyon sok kompetenciával bír, igazságügyi szakértő bíróságok fogadják el a szakvéleményét, tehát tényleg komoly szaktekintélyről van szó, készítette el ezt a jelentést. A szakértő az építkezéssel és a tervezéssel kapcsolatos minden dokumentumot átvizsgált, és egy helyszíni bejáráson is részt vett. Ezzel kapcsolatban az éjjel-szexert képviselője Rácz Zoltán a Facebookon akkor azt írta, hogy sem a kivitelező, sem a műszaki ellenőrzést végző cég képviselője nem volt ott. A szakértői véleményhez csatolt helyszíni jegyzőkönyv szerint viszont ez nem volt igaz. A posztot Rácz Zoltán azóta már törölte a Facebookról. Ács Rezső most azt mondja, az, hogy a saját maguk által rendelt szakértői véleményt sem fogadják el, nem csak a munkát összeállító mérnököt megalázó viselkedés, de az ilyen szexártagok alkalmatlanságát is bizonyítja. Döntésképtelen a tetyhős többség, és állandóan vizsgálódik meg. A saját bérüket felemelték természetesen, de egyéb kérdésekben, szociális bérlakás, óvodaépítés vagy bármi más, még mindig ott születőnapok, például mindig ott tartanak, hogy vizsgálódjunk, meg gondolkodjunk. Az ilyen szexártagok most újabb kérdéseket tettek fel a korábban megbízott igazságügyi szakértőnek, akinek a további munkáját a már 1 millió forintért megírt tanulmány mellett szintén az önkormányzatnak kell majd fizetnie.